vagy inkább sziasztok! Én Szörnyi Mörnyi vagyok, egy rémes, félelmetes kis szörnyetek. Megijedtetek? Az Egy kis szörnyeteg naplója című papírszínház mesét tekinthették meg azok a gyerekek, akik ellátogattak szüleikkel a Kincskereső Gyermekkönyvtár limonádé partijára július 4-én délelőtt. A nyári programsorozatnak ez volt a harmadik állomása. Nagyon sokan szeretik a limonádé partit, mindig a regisztrált bejelentkezők száma az szinte mindig fölülmúlja a helyünket, amit tudunk biztosítani. Ilyenkor mindig van egy mese az elején, egy általában papírszínház mese, majd ezt követően lehet limonádézni nálunk, kicsit frissülni, és ezt követően pedig a meséhez kapcsolódóan egy kézműves foglalkozással is készülünk. Ilyenkor a szülők, nagyszülők is besegítenek általában a gyerkőcöknek. A könyvtár dolgozói alapvetően a bölcsödés és óvodás korosztálynak hirdetik meg ezeket az alkalmakat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisiskolások is szívesen részt vesznek rajtuk a kisebb testvérükkel. A programok szervezésének több célja is van. Szeretnénk egy kicsit a szülőknek is segíteni itt a szünetben, azzal, hogy programokat kínálunk nekik, értelmes, hasznos időtöltést itt a könyvtárban, és emellett persze nyilván szeretnénk népszerűsíteni is a könyvtárat, hiszen aki eljön a limonádé partira, az általában utána beiratkozik, ha még nem volt beiratkozva, illetve kölcsönöz is nálunk. A limonádé parti mellett idén-nyáron is lesznek játszótéri mesék, amelyet a könyvtár pár éve indított külső helyszíneken. Roadshow-szerűen járjuk a paksi játszótereket. Az idén nyáron 3 játszótérre fogunk megint eljutni. A jövő héten hétfőn, július 8-án a Toldi utcai játszótéren kezdjük meg ezt a sorozatot, majd július 31-én megyünk a Viza játszótérre, és augusztus 7-én pedig a Kurcsotó utca, Wigner Jenő utcai játszótérre fogunk kitelepülni. Ez este 6-kor kezdődik, tehát tényleg egy esti mese. Itt is mesét olvasunk, és utána valami kis játék és jó kedv vár a résztvevőkre. A paksi Pákolit István városi könyvtár szokásos nyári zárvatartását július 15 és 29-e között tartja. Ebben a 2 hétben a könyvtárunk zárva tart, nem tudnak kölcsönözni, nem tudnak könyvet visszahozni. Késedelmi díjat erre az időszakra nem számolunk föl, tehát emiatt nem kell aggódni, de előtte és utána várjuk a kedves olvasókat. A könyvtár már a nyári szünetet megelőzően július 1-től újra meghosszabbított nyitvatartással várja az olvasókat, 2-től péntekig, 8-tól 18 óráig.